Van egy társadalmi elvárás. A társadalmi elvárás az, hogy a büntetés végrehajtási intézetekben fogvatartottak dolgozzanak, és lássák el önmagukat. Ezt a kormány figyelembe vette, és olyan célkitűzésünk van, hogy a büntetés végrehajtási intézetek önellátóak legyenek teljes egészében. Ehhez több lépést tettünk már, hisz péküzemet adtunk át, amely 10 000 főnek a pékáróval való ellátását biztosítja. Jelen pillanatban egy húsüzem van, amely egy mezőgazdasági alapra lett rátelepítve. Itt megtalálható a különféle alapanyaggyártás, és megtalálható az a csirketenyészet, aminek az alapján ez a vágóhíd működni tud. Jelen pillanatban a vágóhíd átadásával biztosítani tudjuk valamennyi büntetés végrehajtási intézet fogva tartottai számára a megfelelő hús mennyiséget. Amennyiben tovább tudjuk fejleszteni, az állami kórházak, iskolák számára is tudunk megfelelő minőségű és megfelelő mennyiségű húst átadni. Én úgy gondolom, hogy alapvető célkitűzésünk kezdettől fogva az, hogy amit mi elő tudunk állítani, hogy egész egyszerűen fogalmazom, azt mi állítsuk elő és használjuk is fel, illetve ezekkel a beruházásokkal új munkamódszereket tanulnak meg a fogvatartottak, új technológiák települnek ide, módunk és lehetőségünk van piaci szereplőként is föllépni, és az itt megtermelt árukat a normál piacon értékesíteni, ezáltal álbevételre, nyerességre és így költségcsökkentésre tudunk szert tenni. Fogvatartottak szempontjából meg azért fontos ez az egész, mert dolgozni tudnak, munkahelyek teremtődnek, ami bent a börtönben sem egy egyszerű dolog, ugye az az alapvető kormányzati célkitűzés, amit mi szakmai oldalról egyébként teljesen osztunk, hogy aki csak tud, az dolgozzon, de ezeknek meg kell teremteni a feltételeit, a munka értelmes legyen, a munka mérhető teljesítménnyel is haszonnal járjon, mert így szokik hozzá a munkához az a fogvatartott, aki ezt a tevékenységét végzi, és néhány esetben, és főleg az élelmiszeripar területén mód és lehetőség van különböző OK és szakképesítések megszerzésére, ami egy nagyon komoly előnyt jelenthet szabadulás után a munkaerőpiaci elhelyezkedésben.